Hallod, Laci? Ne szórakozzatok, mert olyat kapsz, hogy ihaj! Születi várakozások, hogy mindenki fogja be a száját. Milyen szolgálati poharral kell dolgozni. Én még nem szedtem egy fürtöt sem. Ne legyenek okosabbak nálam. Kicsit gyakrabban kaphattunk volna inni, de azért jó volt. Határnak egy feladata volt, ez a töltés. Nem sikerült el. Szó se jutunk. Jó lesz így, gyerekek? Megfelel az eljárás? Születi várakozások, hogy mindenki fogja be a száját. Ne legyenek okosabbak nálam. És legalább úgy ígyanak, mint én. Valószínűleg bekennak nincsen porra, megyek is föl. Kijövök az irodából, mint szakszervezet is, és annyit kell dolgozzak. Szakadásig. Igazából akkor tudod értékelni. A mellény is ki kellett gombolnom, hogy ezért ne legyen melegen. Termelését, hogy a szolgálati poharam meg tök üres. Látod, hogy mennyit tudnak végezni ilyen körülmények között. Ilyen szolgálati poharral kell dolgozni. Egy feladata volt ez a töltés, ezt most én átvettem, mert nem sikerült ellátni. Hát gyerekek. Már a szörpöt valakinek. Mama, már megint megálltál. Jár, ha tudja a kezed, hogy a szár közben jár. Sanyi bácsi, most voltál már ilyen születen, ahogy ennyit beszéltek melletted? Nem mi? Ez a banda, ez mindegy. Összehordta a szél a szemetet. Úgy szokták ezt mondani egyébként nálunk. Jó fújt a szél, mana, jó fújt. Van egy ilyen ajkai fuvallat, ez egy kicsit hibás, de... A szakszervezet részére vagyok itt, csak a senkit nem érdekel. Most próbálom szemléltetni, hogy hogyan lehet úgy beszélgetni, hogy közben dolgozol is. Tehát nem úgy, nézd meg, most egy szembillantást vessél, légy szíves az anyósra, érted? Ott nézd meg, áll, nem csinál semmit. Ide-oda szédeleg a sorba. Látod? Na, ilyen a munkás, aki alibizik. És nézd meg azt, aki rendesen dolgozik, az meg ilyen. Ki dolgozott ennyit, hogy tele volt a vödör? Szabi, te voltál? Jaj, de szép! Na mindegy, azért kezdesz fejlődni. Azért ez szép dolog, az Orsi már nem csak a kamerát, majd fél vödör szőlőt is összeszedett. Nagyon jó volt a b***ek azon, hogy én ezt nem b***ek, mert jó volt a hajam is, nem jó, most nem jó. De jó a hajad! Nem jó. Úgyis szőlős a kezem, belövöm neked. Ezt nehogy belerak, Laci. Az a baj, még nagyon messze van a nap vége. A reggeli tényleg hibátlan volt, ugye, ahogy az István mondta előttem. Én meg vagyok elégedve mindennel. Nem merek más mondani, nézd. Már bántani akar. Már bántani akar az ollójával. Bocsánat, de dolgozni is kell néha. Ennyi. A barátságról szól. Hetsz. Felmérhetetlen. Hát még a liget, az hétvégente nyitva maradunk mindenféleképpen. Lehetne egy ilyen kis karácsonyi vásárt csinálni, akár minden adventi hétvégét, vagy valamilyen kis kirakodó vásárt, kis forradborra, sült gesztenyével, meleg teával ugye a gyerekeknek. A terv az ez, aztán majd az időjárás megold mindent. Megint pusziszkodunk? Nem maradjon ki, de a Lacival se. Szeg lenni, de akkor nékem. Ez nem járulok hozzá. Az más. Az ügyvédem jelenlétében nyilatkozok csak.
vagy túl autentikus ezzel az ásványvízzel, valamit? Nem tudom, nem tudom kezdeni ezzel az állapottal? Hát nyertél volna előbb, itt a négy pálinkát. Tényleg ne legyél, neki p***lak. Úgy is tudom, hogy látom, hogy veszel. Csak várj ki, légy szíves. Hogyha szar a musfog, akkor ne rakd bele. Na, most nézzünk egy próba musfokot. Ez késik egy fokot, tehát 18-at mutat. 17 fél, gyenge 18-as, az gyenge 19-es musfokra az olasz ízling. Az szerintem jó lesz. Aha, 19 az nagyon jó az olasz ízlingnek, ne vicceljetek. Savakba, cukorba, mindenben nagyon tökéletes lesz. És nem lett kevesebb, mint ahogy mondták, meg számítottunk. Hála Isten, lédús. Agyagos talajról szedtük ezt a szőlőt, tehát nem töppett be. Nem lett madárkás, tehát elég csapadék volt a talajba, amiből tudta táplálni magát a szőlő. Hányféle borunk van? Ez jó kérdés. Bővülünk egyel, termőre fordul a Merló is. Van házlevelű cserszegi, írsai, szürkebarát, Pinot Blanc, Zenit, olasz rizling, mi van még gyerekek? Siráz Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Szilvánit is szoktunk szedni, Sauvignon Blanc, de ez csak ilyen mellékes, az nagyon kis mennyiség, amilyen vegyesben van. Nézd meg, olyan, mint a lekvár. Nagyon jó lesz, gyerekek. Nagyon jó. Annyira rendesek vagytok. Hibátlan volt minden. Kicsit gyakrabban kaphattunk volna inni, de azért jó volt. Mennyire vagy megelégedve 1-től 10-ig a szolgáltatásra? Szolgáltatásra? Hát egy 8-asra értékelném az a szolgáltatást. Na, az egy egész jó pont. Persze. A reggeli az hibátlan volt. Hát a sorban nem annyit kaptunk inni, amennyit gondoltunk, de talán legközelebb jobb lesz. Hogy most a fizetés, nem mennyi lesz a zseton? Hát nem hiszem, hogy kapnék. Annyit nem szedtem, hogy kapjak érte. Csináltuk.